Baba Birodalom című sorozatunk 5. részében elérkeztünk a szülés utáni időszakhoz. A baba első óráitól a 6. hétig tartó időintervallum, azaz az újszülött kor történéseit, feladatait Berde Mártonné védőnő foglalta össze televíziónknak. A kisbabánk születés utáni élete az nem egyértelmű folytatása a méhen belüli életnek, hanem egy hatalmas átállás a szervezetnek, az anyai és a magzati újszülött szervezetének is egy olyan hatalmas átállása, ami hát az egész életére kihat, hogy az az egy pillanat, amikor minden megtörténik, egy pillanat van arra az alkalmazkodásra, ami a benti és a kinti élet közötti átmenetet jelenti. A légzésének, a keringésének és a táplálkozásának át kell állnia a kinti világra. Ez egy olyan nagy változás a szervezetébe, ami egy hatalmas munkát jelent a kisbaba szervezetének. A lelki tudorok ezt úgy értelmezik, hogy tulajdonképpen az újszülöttnek a felsírása, ami az egyik jele az orvosok szerint a megfelelő alkalmazkodásnak, a pszichológusok szerint nem is az erre való alkalmasságnak a jele, hanem az a fájdalom, annak a fájdalomnak a jele, amit a megszületés pillanatában érez az újszülött, és az a hatalmas erő, ami a tüdejére nehezedik, és a kinti világnak a minden hidegsége, ridegsége mutatkozik meg ebben a sírásban. Ő szerintük a magzati élet pszichológiáját figyelő tudósoknak, tudósok véleménye szerint az, hogyha egy újszülött nem sír, az pontosan azt jelenti, hogy komfortosabb volt az érkezése, az e világra való érkezése. A születést követően az egyik első vizsgálat az Apgar-teszt, ami egy pontértéktáblázat, mely a baba legfontosabb életfunkcióit vizsgálja. A végeredmény megmutatja, hogy milyen egészségi állapotban van az újszülött. A maximális pontszám 10, minden vizsgálat kielégítő eredménye 2 pontot ér. A teszt során a szívfrekvenciát, a légzést, az izomtónust, a reflexeket és a bőrszint vizsgálják. A megszületés pillanatában szembe találja magát az újszülött az első vizsgával, ami az Apgar pontozást jelenti. Ha minden szempontnak megfelel a kisbabánk, akkor 10 pontot kap maximálisan. Ha valami kis aprócska eltérés van, akkor még a 7-8 pont is elfogadható. Ez alatt már valószínű, hogy valami orvosi beavatkozásra lesz szükség. A szívfrekvenciáit figyelik, aminek 100 alatt kell lennie, a légzését, amit az élénk sírása jelez, a bőrszínét, ami rózsaszín, az izomtónusát, amit az élén kapálódzása mutat, és a reflexei jóságát pedig az aktív védekezését jelenti. Egy érett újszülött az 37 és a 40. hét között jön világra, 2500 g fölött van legalább a súlya, az átlagos babák 3-3-20 körül születnek. Rózsaszín a bőre, magzatmázzal bőven borított, rugalmas a bőre, esetleg pihésszőr fedi, főleg a füle környékén, a vállainál, a kis állavonalában, hátán is megfigyelhető ez. A körmök az érettség egyik jele, hogyha a körmök elérik az új begyet, esetleg kicsit túl is érnek. A köldök csonka az elvágott állapotban, már csattal vagy kötszerrel átkötve. A koponyája az egész testéhez képest nagyobb, körülbelül a harmadát teszi ki, az arányok ezek így figyelhetők meg, és előfordul főleg a spontán hüvei módon született újszülötteknél, hogy szabálytalan is ez a koponya, ugyanis a szülőcsatornán való áthaladáskor pontosan, mivel ezek a koponya részek nem csontosodtak, muszáj is nekik egymásra csúszniuk, hiszen csak így
férnek ki az anyuka szervezetéből, és lehet, hogy azok még pár óráig, vagy pár napig így is ebben a helyzetben is maradnak, illetve egy-egy kis dudor, és kialakulhat a koponyacsontok között. Aranyóráknak hívjuk azt a néhány órás időszakot, ami a születés után közvetlenül lepereg. Ez az anyuka és a baba számára is fontos időszak, ilyenkor egymás közvetlen közelében pihenhetik ki a szülés-születés fáradalmait. Mindjárt az első órákban fekete úgynevezett magzatszurkot ürít az újszülött, ami a napok teltével egyre előbb barnább, zöldesebb, aztán pedig egyre sárgásabb lesz, annak függvényeként, hogy mennyi anyatejhez sikerül hozzájutnia, és vizeletet is hamarosan az első órákban már ürít, és természetesen élénken sír, és mind a négy kis végtagjával élénken rugdalódzik, de ugye optimális körülmények között perceken belül az anyuka mellkasára kerül, ez az úgynevezett aranyórák, erről már beszéltünk, és elhallgat, és nyugodtan fekszik az anyuka mellkasán, szopó mozdulatokat végez, és érzi az anya illatát, és azt a szívdobogást, amit bent már megszokott. Ilyenkor egy-egy kis mosoly is megfigyelhető rajta, nagy szemmel néz a világba, vagy hamarosan el is alszik. Az aranyórák, ami néha csak aranyperceket jelent, utána a kisbabának a méreteit rögzítik, súlyt mérnek, hozt mérnek, fejkörfogatot, mellkaskörfogatot. Hogyha szükséges, a nyákot szívnak, a szemébe kötelezően egy szemcseppet cseppentenek, ami a szülőcsatornán való áthaladás közbeni esetleges fertőzések szövődményeit hivatott megelőzni, és sor kerül az első fürdetésre is, ami csak egy jó esetben csak egy csap alatti öblítés. A pihenőidőt, amit az anyuka a szülőszoba közelében tölt, optimális esetben, tehát ha az anya is és az újszülött is jó általános állapotban van, akkor ezt a két óra megfigyelést is az újszülöttel töltheti. Remélhetőleg csak egy pelenkában, hogy a bőrkontaktus az teljes legyen, és az első igazi merretétel már itt a szülőszoba utáni első lépcsőben megtörténik. Ismerkedhetnek egymással, az apuka is jelen lehet, mielőtt a gyerekágyas osztályra érkezik az anyuka és az újszülöttje, ahol ott is a Baba Barát Kórház elveinek megfelelően 24 órás együttlét megvalósulhat optimális esetben, vagy pedig éjszakára esetleg elviszik az újszülötteket, ezt kórháza válogatja, illetve az anyuka igényei is, vagy az újszülött állapota is meghatározhatja. Szűken vett értelemben az első két hetet mondjuk újszülött kornak, ez a köldökcsont leeséséig tart. Tágabb értelemben pedig az első 6 hét az újszülött kor, mely időszak alatt az alkalmazkodás minden tekintetben megtörténik. Mielőtt hazaérkezünk, sok minden történik. A kórházban töltött idő, amit az anyuka és a babája bent tölt, 3-4 nap átlagosan, ez esetleg hosszabb, hogyha császármetszéssel született a kisbaba, vagy jobban besárgul, mint az átlag újszülöttek, vagy a súlyesése nem áll meg olyan szinten, ahogy elvárható. Ez ugyanis a hazaadásnak az egyik feltétele is, hogy a normálisan bekövetkező súlyesés az álljon meg, és egy picit indul, látszódjon az, hogy hasznosítja az anyatejet, illetve már van mit hasznosítania. Amint említettem, sárgaságra a legtöbb kisbabánál lehet számítani. Ez a 3. napon kezdődik, a magzati vörösvér sejteknek ugyanis le kell cserélődnie az újszülöttnek megfelelő, illetve az
a kinti világnak megfelelő vér alkotókra, és ezt a máj, mint lebontószerv nem mindig bírja feldolgozni, és ilyenkor a bőr, a szemfehérje és az agysejtek is telítődnek ezzel a anyagcsere végtermékkel, ami egy sárgás szint ad az említett szerveknek. Ettől a kisbabák aluszékonyak is. Egyébként is egy a születés fáradalmain túleső baba még fáradt, könnyen álomba merül, és esetleg nehezen is ébreszthető. Akinél még a sárgaság ezt megfejeli, ott még erősebben tapasztalhatjuk. Ha úgy ítélik meg a vér vétel alapján, hogy a bilirubin szint az optimál, a megengedett mértéket túlhaladja, akkor fénykezelésre lehet szükség, illetve esetleg infúziós kezelésre is, hát legrosszabb esetben pedig vércserére is, de ezzel szerencsére elég ritkán találkozunk. Vannak kötelező szűrővizsgálatok, amiknek az újszülött osztályon már meg kell történnie. Ez például a csípővizsgálat, a gyerekorvos erősen megtornáztatja a kisbaba csípőjét, a lazaságra, illetve a kötöttségre figyel ilyenkor. A csípő ízületi vápa a legtöbb újszülöttnél még fejletlen, ezt majd a kis rugdalódzása és a mozgolódása fogja mélyíteni, és a normális mederbe terelni. A későbbiekben, egy-két hónapos korban a legtöbb újszülöttnél csípő ultrahangvizsgálatot is javasolt elvégeztetni, hogy ténylegesen kizárjuk a csípőficam hajlamnak a lehetőségét. Valódi csípőficammal már nagyon-nagyon ritkán találkozunk, szerencsére, mert a kezdeti javasolt kezelési módok, a tornáztatás, esetleg a terpeszpelenkázás ennek a vápának a kialakulására rásegítenek, és nem jut el a dolog odáig, hogy igazából csípőficama legyen egy kisbabának. Fontos anyagcserevizsgálat történik a második-harmadik életnapon. Az újbegyből vagy a sarokból egy néhány csepp vért vesznek, és ezt anyagcsere központba küldik, ahol a fejlődési rendellenességeket szűrnek, anyagcserebetegségeket az újszülötteknél. Ezek nagyon ritka betegségek, de ha előfordulnak, akkor csak hónapok múlva adnak tünetet, amikor már esetleg károsodást is okoz a szerveiben. A hallásszűrést is kötelező minden újszülöttnél elvégezni. Ez ma már nem egy szülő számára is hallható berregő, a fül előtt berregő kis szerkezet, hanem egy objektív műszer adja le az agyi, a hallóidegeknek a jelet, amire a hallóidegek válaszolnak is, és ezt a műszer rögzíti, és a vizsgáló számára világossá teszi, hogy az újszülöttnek a hallása minden bizonnyal rendben van. Ez természetesen, ezt majd a következő hetek meg fogják erősíteni, ezt a vizsgálatot, az anyukának a megfigyelései, tapasztalatai, hogy az újszülöttje a hirtelen zajra összerezzen, és tényleg figyel. Ahogy telnek a hetek, egyre figyelmesebb a környezetére, figyeli az anya szájának a mozgását, az előtte mozgó figyelem felkeltő tárgyakat. Erre fel is hívjuk mindig az anyukák figyelmét, hogy ezt különösen gondot fordítsanak ezekre a megfigyelésekre. A hazamenetel előtt az első védőoltását is megkapja a kisbaba. Ez a TBC elleni védőoltás, amit ma már nem szükséges megismételni. Ezután az anyuka és az újszülött hazamehet a kórházból. És eljött a nagy pillanat, amikor megkapjuk a zárójelentést, és hazamehetünk a kisbabánkkal, és otthon minden bizonnyal teljes
felkészültségben vár a szépen elkészített babaszoba, amit előzőleg már elkészítettünk. Egy tisztasági meszelésre, minden festésre mindenképpen szükség van, ha már az egy meglévő szoba volt, ha pedig most rendeztük és alakítottuk ki a kis jövevénynek, akkor ez természetesen hozzátartozik. Hát elsősorban ugye a baba ágya felszereltsége, könnyen tisztíthatónak kell lennie, a rácsozatán a fejecskéje ne férjen ki, a matraca általában ma már kókuszmatracot szoktak az anyukák beszerezni, mert az jól szellőzik, és későbbi allergiás történésekben jó, hogyha ilyen matrac van a kisbabánk alatt, és minél kevesebb por éri a légzőrendszerét. A padozatának is ilyen szempontok szerint, mármint a szoba padozatának is, ez szerint a szempontok szerint könnyen tisztíthatónak, felmoshatónak kell lenni, nem esetleg egy díszszőnyeg lehet, de padlószőnyeg az kevésbé praktikus, nehezen is tisztítható, és a porszemeket nagyon, nagyon magukhoz vonzák. A kezünk ügyébe jó, hogyha van egy kis polcocska, ahol majd a baba ápolásban használatos üvegcsék és dobozkák, amiket minden pillanatban használni kell a gyermek közelében, biztonságosan tárolhatók. Jó, hogyha van egy pelenkázó szekrényünk, aminek van pakoló része, és maga az a hely, ahol a kisbabát pelenkázzuk és öltöztetjük. A babaszoba berendezése nehezebb feladat, mint elsőre gondolnánk, hiszen meg kell találnunk a megfelelő arányokat. Ne maradjunk ki semmi lényeges, és ne kerüljön be semmi felesleges. A szobában jó, hogyha van egy olyan ágy, ahol az anyuka éjszaka aludhat. Hát egyébként azt kell az elején elhatározni, hogy külön, vagy a szülőkkel együtt szeretnénk a baba ágyat. Az a jó, hogyha minél közelebb van a gyermek az anyukához, az ágy minél közelebb van, hogyha nincs is éppen mellette, akkor jó rálátása legyen. Szoktak az ágyra szerelni rácsvédőt, ez jó szolgálatot tesz, amikor már mozgékonyabb a baba, de az első hetekben jó, hogyha a kis arcrészét nem takarjuk el, és a saját ágyunkból rálátunk a gyermekre, akár éjszaka is, meg főleg éjszaka. Ha külön szobában szeretnénk lenni a gyermektől, akkor is a két szoba egymáshoz minél közelebb legyen, és a hangok azonnal a közelünkbe érjenek lehetőség szerint. Ha ez mégsem így van, akkor jó, hogyha a babaszobába egy szoptatós fotelt teszünk, ami nem feltétlenül legyen a direkt erre kiképzett szoptatós fotel, egy kényelmes egyéb fotel is teljesen megfelelő, amihez jó, ha tartozik egy kis sámli, amire a lábunkat is feltehetjük. Ennek nagyon-nagyon nagy szerepe van a következő hónapokban, mert a szoptatás az nem egy 5-10 percig tartó történés. Nagyon fontos, hogy közben az anyag is kényelmesen helyezkedjen el. Erről majd bővebben szó lesz még. Ha éjszaka is többször át kell mennünk, akkor jó, ha egy ágyat is beteszünk a babaszobába, ahol az anyuka adott esetben ott felejtheti magát, mert ez bizony gyakran elő fog fordulni, és esetleg már arra sincs ereje az anyának, hogy visszamenjen a saját hálószobájába. A legtöbb szülő már úgy gondolja, hogy szükséges például a légzésfigyelőnek a beszerzése, ami a lepedő alá tett alátét, és akkor jelez, amikor az újszülött, a csecsemő légzése kihagy. Az általa adott csípoló hang tulajdonképpen légvételre ingerli, és ezzel meg is oldódik a probléma. Ha az általános elfoglaltságaink olyan dolgunk, ami többször vagyunk
több méter távolságba, vagy például szintkülönbségbe az új a csecsemőtől, akkor jó, hogyha egy bébi őrzőt is beszerzünk, ami ha távolabb vagyunk a babától, akkor is jelzi a felébredését és sírását. A szobához jó, hogyha egy éjszakai fényt, vagy egy sólámpát is beszerzünk, ami nem csak azért, hogy éjszaka a kisbabának legyen jobb, hanem hogy mi is lássuk az esetleges éjszakai történéseket. Hideg párásítóra esetleg szükség lehet, ami segít felfrissíteni a szoba levegőjét, és egészségesebbé teszi a levegőt, megköti a porszemeket. Ezt ha nem is állandóan használjuk, de néha alkalmazva jó szolgálatot tehet. A baba ellátásához jó, hogyha minden a kezünk ügyében van. Szennyes ledobó, kis tálka, amiben a kis vattapamacskákat, pálcikákat, elhasznált dolgokat ledobjuk időlegesen, pelenka ledobó. Jó, hogyha egy kis tálkát befogunk arra, hogy a popsinak a lemosására, ami igazán akkor higiénikus, hogyha meleg vízzel és általánosan használt bőrápoló, bőrtisztító szerével mossuk le a székletmaradványokat. Ezek mind jó, hogyha a kezünk ügyében vannak. Egy szekrényünk van a babaruhák tárolására is. Az évszaknak megfelelően beszereztünk, hát a badik azok végtelen számban használatosak, újatlan, rövidújú, hosszújú, tulajdonképpen minden évszakban bármelyikre szükségünk lehet. Általában ezek a láb közt csatolódnak, és így nagyon praktikusak, nem kell teljesen levetkőztetnünk a kisbabánkat minden pellenkázáshoz. A berendezéseken kívül be kell szereznünk az alapvető babaápolási szereket és segédeszközöket is. Fontos, hogy ne költsünk feleslegesen különböző drága kozmetikumokra. Elég csak a pelenkázáshoz és fürdetéshez szükséges termékeket megvenni. A babaápolási szerek, amiket használunk, jó, hogyha mind gyógyszertárban beszerezhető, receptre felírt, és minél bőrbarátabb kozmetikumoktól és illatanyagoktól és hozzáadott anyagoktól mentes bőrápolószerek. Olajra lesz szükségünk a hajlatok tisztításához, erre az otthon használatos napraforgóolaj tökéletesen megfelel. Fürdetőnek a hidrofiles fürdetőt javasoljuk. Ez a hajmosására is teljesen jó szolgálatot tesz. Popsikenőcsre rá kell találnunk, hogy mi az, amit a mi kisbabánk szeret. Többfélét választhatunk a piacról, itt is a legbőrbarátabbat válasszuk. Megoszlanak a vélemények a pólya használatáról. Az a régi tévhit, hogy akkor nem lesz görbe a kisbaba lába, hogyha pólyázzuk, ez természetesen nem állja meg a helyét. És a mai kor gyermekei, mint sok egyéb másban is, ugye egyre demokratikus nevelésben nevelési elveket közvetítünk, így a mozgásukban is a mozgékonyság és a szabadság egészen újszülött kortól felismerhető, fellelhető. A legtöbb kisbaba nem szereti, hogyha össze van préselve ebbe a pólyába. Vannak viszont, akiknél egyszer csak rátalálunk, hogy sírdogál, és akkor lesz jó neki, hogyha ez a pólya átöleli. És mindig azt gondolja, hogy akkor tartja valaki, és valakinek az ölében van. Vannak olyan kisbabák, akik a meleget jobban szeretik, azoknak is jó lehet a pólya. Viszont ha az anyuka azt szokta meg, hogy tudja a gyermekei határait, jobban el tud igazodni az anatómiai viszonyaiban, könnyebben a melle közelébe tudja tenni, akkor biztos, hogy nem fogja használni a pólyát, esetleg csak időlegesen. Ezt mindenkinek magának kell kitapasztalni, hogy
mennyire van rá szüksége. Az egyik olyan dolog, amitől sok első gyereke szülő tart, az a fürdetés. Mint mindenbe, ebbe is bele kell jönnie a szülőknek. Azt hiszem, hogy a legtöbb anyuka és apuka nagy stresszként éli azt meg, hogy hazaérkeznek a kórház biztonságából. Nagyon várt esemény is ez, de az a felelősség az akkor tudatosodik és realizálódik, hogy ketten vagyunk, csak a mi feladatunk, és senki nem fog ott állni a háttérben, aki megmondja, hogy mit is kell csinálni. Természetesen azért zárójelben ott van a nagymam, ott vannak a nagymamák, ott van a gyerekorvos, ott van a védőnő, és azok a barátnők, akik már úgy ezen a dolgon sikeresen túljutottak, és sok hasznos tanáccsal el tudják látni a fiatal szülőpárt, de azért felhívom a figyelmet, hogy inkább a szakembereket kérdezzük meg először a problémákról. Sok téves információ járhat kézen közön az anyukák között. A legsarkalatosabb feladat a kisbabánk megfürdetése, ami azért nagy izgalommal tölti el a szülőpárt. Nem véletlen, hogy a tradíciók szerint a nagymamák előjoga az, hogy egy-két hétig fürdetni járnak az újszülöttet. Van, aki ezt igényli, elfogadja, sőt várja. Van, amelyik nagyszülő azt mondja, hogy hát én már nem tudom, én már nem emlékszem, és nem is vállalkozik erre a feladatra. És van olyan szülő, anyuka, aki azt mondja, hogy hát én szeretném megtanulni, és én akarom az első pillanattól, sőt, apák is vannak, akik viszont azt mondják, hogy minden este otthon vagyok, és szeretném, ha ez az én feladatom lenne. Jó, hogyha ugyanaz a személy fürdeti a kisbabát, és ugyanazokat a mozdulatokat szokja meg minden este. Főleg akkor kényes dolog ez a fürdetés, amíg a köldökcsonk még nem esett le, ez különösen félelemmel tölti el a szülőket. Hát figyelni kell rá valóban, de azért nem olyan nagy mumus ez a köldök. Igazából nagyon ritka, hogy bármi probléma történjen vele, ha egy kis víz rácsapódik, akkor felitatjuk, és semmi nagy következmény nem lesz belőle. Azért az a vérző, váladékozó, sebb felület mindenkit félelemmel tölt el. Fertőtlenítős vagy tiszta gézzel körbetörölgetjük, és szinte biztos, hogy semmi probléma nem lesz vele. A csonk leesése után is hasonló kezelésben kell részesítenünk ezt a bőrterületet, és szépen be fog száradni, kinek egyszer sem, kinek pedig többször behegesedik, bepörkösödik, és az újra meg újra leválik. A végén pedig egy nagyon szép kis bemélyedés marad a helyén. Nagyon sok kisbaba sír a fürdetés közben, ez aztán tovább mélyíti a szülők fürdetése szembeni rossz érzéseit. Nem érzik magukat biztonságban, akár túl meleg, akár túl hideg a víz, erre mindre érzékenyen reagálnak. Egyébként körülbelül 36 fokos testhőmérsékletű vízben fürdetjük az újszülötteket. Ezt, amíg a rutinunkat nem szerezzük meg, addig jó, hogyha a vízhőmérővel leellenőrizzük, és ezt is ki kell tapasztalnunk, hogy aki mi kisbabánk a hűvösebb vizet szereti, vagy pedig a melegebbet. Úgy kell a karunkon tartani, hogy közben a kis karocs, másik kis kezét is fogjuk, és így ő a kapaszkodásával magát tulajdonképpen biztonságban helyezi. Az első 3-4 hétben, amíg így sírással telnek a fürdetések, nem kell hosszú időt szánni, és nem az élvezetekről szól a dolog, hanem az érzékeny testrészeknek a megtisztogatásáról. Az arccal kezdünk, és így megyünk lefele, a végén pedig a karunkra fordítva hason a háti és a popsi részt is megtisztogatjuk.
különös gondoskodást igényel a nemi szerveknek a megtisztogatása. A fiúknál a fitmabőrt addig húzzuk hátra, amíg az engedi önmagát, és éppen csak az ujjainkkal egy picit áttöröljük. A lányoknál pedig a nagyajkak alatti területet tisztogatjuk meg, és tulajdonképpen ennyi az ezzel kapcsolatos teendőnk. Fürdetéskor jó, hogyha a szobát egy 2-3-4 fokkal melegebbre melegítjük. Emiatt jó, hogyha beszerzünk egy helyi plusz hőforrást, hogy az egész lakást azért nem kell nagyobbra fűteni. Alapvetően az újszülöttnek, ha ő átlagosan jó súllyal született, akkor nincs szüksége melegebbre, mint amit a felnőtt átlagember igényel. Tehát egy télen is egy 22-23 fok elég. Hát nyáron pedig amennyit a természet ad önmagából. Az átmeneti időkkel van egy kicsi nagyobb meggondolás, amikor meleg van, de mégis hűvös lesz, vagy még nem indult be a fűtés, még nem akarunk olyan nagy fűtést az egész lakásban, de a kisbabának melegebb kellene. Ilyenkor azért jó, hogyha van egy helyi melegítőnk, amit egy fürdetés előtt egy 10 perccel a közvetlen környezetet felfűtjük, és az utána éjszakára nem tombol a meleg az egész családra, hanem a normális hőmérsékletben aludhatunk majd tovább. Tehát akkor fürdetésre egy olyan 25-25 fok környékén, azt hiszem, hogy ez megfelelőnek gondolhatjuk. A nem megfelelő technikával végzett fültisztítás hallójárat gyulladást okozhat a kisbabának, ezért fontos, hogy minél kíméletesebben végezzük el a műveletet. Ha lehet, ne használjunk fültisztító pálcikát, elegendő rendszeresen megmosni és megtörölni a hallójárat bemenetét. Fürdetés előtt és közben a fülét megtisztítjuk. Erre a szóból következő fültisztító pálcikát nem javasolt használni. Az újbegyünkkel, a mutatóujjunk újbegyével, amennyire a füllyukba beférünk, illetve a fül kis tekervényeit, a külső fülnek a redőit és a fül mögötti területet az ujjainkkal átsimogatjuk, átmosogatjuk, és tulajdonképpen ennyi, amit szabad csinálnunk. A fülpálcikával sokkal több problémát okozhatunk, mint amennyi hasznot. Az a fülzsír, ami a külső fülben megfigyelhető, annak ott fontos élettani szerepe van, és nem kell onnan kitunkolnunk és kiszedegetni. Ami felesleg, az ki fog folyni a fülkagyló látható részébe, és azt az újbegyünkkel el is érjük. A körönvágás is egy nagyon sarkalatos téma. Hát azt is kórház válogatja, a szülésznők válogatják, hogy milyen tanácsokkal engedik haza az anyukákat. Van, akinek azt mondják, hogy 6 hétig nem szabad a baba körmét vágni. Hát én azt gondolom, hogy egy 6 hétig nem vágott köröm az nagyon-nagyon sok kárt tesz a kisbabánk bőrében és a saját mellkasunkban is, mert szopcsi közben azért dolgozik rajtunk a kisbabánk ujjacskái. Szóval, amikor az újbegyen túlérnek a körmök, és az ő kis gyenge körmöcskéi még önmaguktól lefoszlanak, ez úgy 2-3 hétig ez foszladozik magától, ezzel tényleg nincsen semmi teendő, és ha még nem vált el teljesen az újbegy csúcsától, akkor valóban bevághatunk és sérüléseket okozhatunk. De ha már ez a köröm annyira megerősödött, hogy nem foszlik, akkor bizony le kell vágnunk. Én azt hiszem, hogy ez azért 2-3 hetes korra minden újszülött eléri ezt az érettséget, és akkor neki kell futni az első körömvágásnak, ami hát alvó állapotban történjen, amíg meg nem szerezzük a megfelelő rutint. Esetleg több ülésben, egyszerre 2-3 körömmel végezve.
szívesen segítünk ebben, azt hiszem a magam és a kolléganőim nevében is, és a nagymamák is azért ezt megszokták, ezt a segítséget megszokták adni a anyukának, a tapasztalatlan anyukának még. A újszülött személyre is gondot kell fordítanunk. A legtöbb újszülöttnek ez tulajdonképpen esetleg annyit jelent, hogy egy reggeli tisztálkodáskor a forralt vízzel áttörölgetjük a szemét, ahol a kis összegyűlt szemváladék összecsomósodik, úgy, mint egy felnőttnek. Ez teljesen normális dolog. Ha a babát melegnek, bágyatabbnak érezzük, első lépés a lázmérés. Erre a célra a legmegfelelőbbek a digitális lázmérők, hiszen ezek pontosak, biztonságosak, és a mérés időtartama is rövidebb. Ahányszor a kisbabánkhoz érünk, mindig figyeljük, hogy milyen a testhőmérséklete, ezt tapintással érezzük, és minden bizonnyal a legtöbb anyuka észre is veszi, hogyha pár tized fokkal emelkedik a hőmérséklete, ilyenkor lázmérésre lehet szükség. Hát különböző testrészekre tehető hőmérők vannak, homlok, fül, száj, vannak cumiba épített hőmérők, de a legpraktikusabb és a legnagyobb biztonsággal megfelelő hőmérsékletet mérő az a végbél hőmérőzés. Erre ma már higanyos hőmérőt, hát ha csak nincs még a háztartásban visszamaradva, de ma már nem árusítanak és nem is szabad használni a csecsemőknek. A hőmérőnek a végét jó, hogyha egy kis popsikenőccsel vagy olajjal bekenjük, és így vezetjük a végbélbe. Egy fél perc múlva ez sípolással jelzi a maximális hőmérsékletnek az elérését, leolvassuk, és ebből fél fokot levonva kapjuk meg a valódi hőmérsékletet, ugyanis a végbélben egy belső hőmérsékletet mérünk, ami fél fokkal magasabb, mint a hónajban mért hőmérséklet. A többi hőmérőt is használhatjuk, ha úgy gondoljuk praktikusabbnak, vagy van olyan anyuka, aki tart azért a végbélhőmérőzéstől, de jó, hogyha leteszteljük ezt, hogy az valóban azt a hőmérsékletet méri. Tehát több helyen mérjük meg, és akkor ezt így össze lehet hasonlítani. Ha a kicsi szőrcsög nem kap rendesen levegőt, meg kell szabadítanunk az orrváladéktól. Erre rendelkezésünkre állnak a különböző orrszívók, valamint az izotóniás orrszprék. Már az első hetekben gondolni kell egyik gyakori problémára, az orrváladéknak a sűrűsödésére, megszaporodására, és ennek megoldása érdekében minden babás háztartásnak rendelkeznie kell a másik mumus orrszívó nevezetű porszívós orrszívó szerkezettel. Ez lehet természetesen, nem muszáj porszívósnak lenni, lehet csapra szerelhető, és lehet elektromos is. Egyébként vannak olyan merszívók, amik egyben orrszívó is, csak éppen a fejet kell cserélni rajta, ki melyiket gondolja praktikusnak. A porszívó az azért jó, mert olyan helyen lehet használni, ahol biztonságosan és kényelmesen el lehet helyezni puha felületen a kisbabánkat, amennyire lehet komfortosabbá teheti az orrszívást. Ez egy kötelezően elvégzendő tevékenység, és minden anyukának előbb-utóbb szembe kell ezzel néznie, és sajnos meg kell tanulnia az orrváladékot eltávolítani. Nem semmiféle káros hatással nincs a kisbabára, ami ott felesleges, azt el kell távolítanunk, különben a bacik vagy a vírusok szóródnak a szervezetünkben, és mi sem tudunk orrfújás nélkül lenni, hogyha náthásak vagyunk, és így képzeljük magunkat a pici csecsemő helyébe, és akkor mindjárt jónak látjuk ezt a dolgot megejteni, amikor a szörcsögést halljuk. Az első hetekben megtévesztő is lehet ez a szörcsögés, ugyanis a kisbabák sokszor buknak, és ez a visszabüfizett
tejcsi és nyál, ez nem biztos, hogy a szájukba fog visszafolyni, hanem a garaton keresztül az orrukban jelenik meg akár a fehér tejszerű váladék. Ezzel is ijesztheti az anyukákat, amikor az orrocskájából a tejcsi csurog vissza, és ez még egy ideig közlekedik a nyelőcsőben, és ez adhat ilyen szörcsögő hangot. Hát ezt előbb-utóbb kitüsszögés, vagy a száján, vagy az órán mégiscsak kifolyik, de ilyenkor is lehet orrszívást alkalmazni. Az orrváladék általában először vizes, áttetsző, és egy része magától kifolyik, de aztán, ahogy telnek a napok, sűrűbbé, sárgábbá és akár zöldesebbé válhat. A náthágnak a nagy részét az orrszívással meg lehet gyógyítani. Nem 3 nap alatt, de 1 hét alatt már nagy eséllyel. Tehát megelőzi a komoly gyógyszerek szükségességét is, úgyhogy mindenképpen javasolta az alkalmazása, ha szükség van rá. Olyat is tapasztalhatunk, hogy az orrváladék beszárad, és kis összecsomósodott, kis dugasz keletkezik az orrban. Hát ettől is meg kell szabadítanunk valahogy a kisbabát, mert nem tudja rendesen venni a levegőt ezen a beduguláson keresztül. Ilyenkor a sós tengervizes sprék nagy szolgálatot tehetnek, amit befecskendezünk, besprézünk egyik és másik orrjáratba is, és ez egy picit elfolyósítja és sikamlósabbá teszi a dugasz környezetét, és könnyen meg tüsszögésre ingerli, aztán ez lehet meg is oldja a problémánkat, hanem akkor jöhet újra az orr szívó, és ez befejezi a dolgot, a megoldást. A baba az édesanyjától megkapja a legtöbb szükséges vitamint, azonban van olyan is, amit szükséges külön adagolni. Ilyen a K és a D vitamin, melyek egy gyógyszertárban szükséges megvenni. A kisbabánk ápolásához, gondozásához a vitaminok beadása is hozzátartozik. Napjainkban plusz az átlagos vitamint azt az anyukától kapja, és ha az anya megfelelően táplálkozik, akkor plusz vitamin bevitelre nincsen szükség, csak ami kötelezően előírt, ez pedig a K és a D vitamin. A K vitamin az bizonyos vérzékenységi állapotokat hivatott megelőzni, az újszülött tápcsatornája ugyanis, amíg anyatejet kap a kisbaba, nem képes az ott lévő baktériumok, illetve nincsenek még oda települve a K-vitamin termelő baktériumok, ezért kívülről kell beadnunk. Az első héten 1 ampullát, aztán pedig, amíg csak anyatejet kap a kisbaba, addig havonta 1 ampullát. Ebből a receptre kiváltható injekciónak tűnő, de szájba beadandó vitaminról van szó. A másik vitamin a D-vitamin, amit 2 hetes kortól átlagosan napi 1 cseppet kell adnunk a kisbabának. Ezt legpraktikusabban egy kis kanálnyi tejcsi tetejére cseppentve tehetjük meg, és ez az a mennyiség, amit biztosan meg tud inni a kisbabánk. Minden nap kell ezt a D-vitamint adagolni, ha véletlenül elfelejtjük, akkor pótlólag nem szabad több cseppet adni, de lehetőleg ne felejtsük el. Ezért jó például egy olyan polcocska, ahol ott sorakoznak a mindennap használatos eszközök és szerek, amikre szükség van a kisbabánk gondozásakor. A kisbabák gyakran csuklanak, ez is úgy félelemmel tölti el az anyukákat, és evidensnek veszik, hogy ez milyen kellemetlen, esetleg fájdalmas érzés lehet a kisbabának. Ha jól megfigyeljük, és többször előfordul ez, akkor láthatjuk, hogy bizony nagyon jól tudnak aludni csukló állapotban is, úgyhogy olyan nagy fájdalomról vagy kellemetlenségről nem beszélhetünk, de ha az az anyának visszás érzés, akkor újra merre teheti, pár kogytercsitől minden bizonnyal el fog múlni, vagy ha őt, a babát zavarja, akkor elkezd sírni, és a sírás is kikapcsolja ezt a rekesz izomnak a túlzott ingerlékenységét, ami
valójában a csuklást okozza. Nagyon fontos, hogy minden szopcsi után megbüfisztessük a kisbabát, ezt egészen a vállunkhoz emelve, a pocakja a váll magasságába legyen. Úgy kell megtenni, egy 5-10 perces ilyen tartás után, ha nem jön a büfi, akkor mindenképpen oldalt tegyük le, hogy utólagosan problémamentesen ki tudjon folyni a esetleg visszatérő tejmaradvány. A gyerekszoba szellőztetése az első pár napban úgy történjen, hogy a baba nem tartózkodik a helyiségben, hiszen ő még érzékeny a húzatra és könnyen begyulladhat a szeme vagy megfázhat. Az újszülöttet fokozatosan javasolt levegőhöz szoktatni, és semmiképpen nem javasolt az első pár napban kivinni a szabadba. A levegőztetés is sarkalatos kérdés. Egy nyáron született kisbabát 2 hetes korban viszünk ki először, a téli babákat pedig 3 hetesen. Ezt az egyéni igények felülírhatják. Van, aki előbb szereti megismerkedtetni a levegővel, van, aki még 3 hetesen is nagy merészségnek gondolja. Az ablak kinyitásával és a szoba átszellőztetésével viszont minden nap ezt pótolnunk kell, a oxigéndúsabb levegőt. Az öltöztetéshez a ruházatnak a megválasztása nagyon fontos, évszaknak megfelelő legyen, és úgy a szobában is, de kint is érvényes, hogy egy réteggel mindig több legyen a babán, mint amit mi magunkon komfortosabbnak gondolunk. Tehát nyáron is egy újszülöttet azért nem kell fedetlen bőrfelülettel a nyári napnak kitenni. Meleg van ugyan, de az ők is bőre, aki még nem találkozott semmiféle sugárzással és napfénnyel, azért ezt nagyon érzékenyen viseli, és egy könnyű, jól szellőző, de az egész lábat beborító felületben biztos, hogy nem lesz melege, viszont a napfénynek nem tesszük ki. Melegben is legyen sapka, kendő, a feje fejtető részen főleg, és a fülvonalában is. Egészen pár hetes kortól, most tekintettel a nyárra, a napvédőket, 50-es faktorú napvédőket már pici babáknak is használhatunk, az arcocskájára, illetve a csuklójára, készfejére. Így javasolt elindulni levegőzni, ami az első szakaszban egy 10 perc, és csak az udvar környéke, aztán ezt fokozatosan napról napra duplázva, emelve, ha már egy olyan fél óránál járunk, akkor már az utcával is megismertethetjük, és én azt javaslom, hogy egy 4-5-6 hetes kornál előbb ne menjünk nagyobb embertömeg, nagyobb, mozgalmasabb hely közelébe. Ott sok mindenkivel meg kell állnunk, beszélgetni, behajol a babakocsiba. Amíg nem tudjuk, hogy a gyermek hogy viseli a babakocsi létet, addig ne is induljunk el ilyen nagyobb útra, lehetőleg legyen kísérő velünk. Egyébként is az apukák büszkén szeretik tologatni a babakocsit, úgyhogy minden eshetőségre gondolva jó, hogyha van kísérő velünk. Nagyon figyeljünk most a nyárra tekintettel, hogy milyen a külső hőmérséklet, és ahova megyünk, ott milyen lesz a belső hőmérséklet. A legtöbb áruházban, meg intézményben klímaberendezések vannak, ami nagyon nagy alkalmazkodás és nagyon nagy kontraszt egy csecsemő szervezetének, hogy kint 35 fok van, bent pedig 22. Ezt jó, hogyha ennek nem tesszük ki. Fontos tudnunk, hogy a baba nem csak azért sír, mert éhes, azaz nem mindig éhes, ha sír. A szülők egy idő után megtanulják a különböző sírástípusok jelentését, ezáltal könnyebben megérthetik gyermeküket. 4-5-6 hét alatt sikerül
nagyjából megismerkedni a kisbabánk jelzéseivel, sírásainak az okával. Egyébként ekkorra válik moduláltá, úgynevezett moduláltá is a sírása. Hát máshogy sír, hogyha éhes, ha kakás, ha fáradt, ha unatkozik, ha már azt igényli, hogy csak beszéljünk hozzá, és hát nem beszélve az éhségről, mert az az első jelzése, amire mindenképpen sírással reagál, de ezt is az anyukának tanulni kell, hogy nem minden sírásnak ugye ez az oka, és nem minden sírásra az evés a megoldás. Az anyateljes táplálással is követhetünk el ezügybe hibát, hogy fél óráról fél órára újból és újból merre tesszük. Ezzel sok híg cukros tejcsihez jut a kisbaba, amitől aztán egy állandóan körkörösen meglévő hasfájás lesz az eredmény. Hogyha tápszerrel táplált, akkor pedig az elhízást kockáztatjuk ezzel az állandó etetéssel. Minden sírásnak más az oka, és az anyának kell megérteni a gyermeke jelzéseit, hogy most mi lehet a problémája, és arra válaszolni megfelelően a probléma megfelelő megoldásával. Ez nem könnyű dolog egyáltalán, de ha 24 órában vele vagyunk és figyelmesek vagyunk, akkor meg fogjuk érteni a jelzéseit. Minél többet beszéljünk hozzá, minél többet legyen a bőrünkön, nagyon hasznos a hordozókendőnek a használata, ez nagyon sok kisbabát megnyugtat, azt az anyaközelséget gyakran megtartja, és hát vannak is olyan emberes babák, akiket bizony sokszor így kell tartani, mert ezt igénylik. De hát mit is várhatnánk el tőle, hiszen 24 órában a pocakunkban volt, most egy kisbaba nagyon sokszor nem úgy működik, hogy eszünk, alszunk a saját ágyunkba, és tudjuk, hogy mi a dolgunk, hanem bizony feladja a leckét, és alkalmazkodni kell az ő kívánságaihoz és igényeihez, és az apákat is bevonva. Az apává válás is egy nagyon nagy próba a fiatal család előtt. Ezt megélheti az apa trónfosztásként is, akár féltékeny is lehet a párjára, de ha megfelelően felkészült, ugyanolyan kívánt esemény az egész várandóság és a babaszületés az ő részéről is, akkor ez nyilván nem így fog megtörténni. Optimális esetben ugye már a kismamaságot is szépen együtt kísérik minden vizsgálaton, ha nem is tevőlegesen jelen van, de érdeklődéssel figyeli a magzata fejlődését. A szülésnél ott van optimális esetben, de ha ez nem az ő igénye, akkor ezt sem nem kell erőltetni, ezt már ugye beszéltünk erről. Azért a születés után minél hamarabb bekapcsolódik az általa is kivitelezhető gondozási tevékenységekbe. Pelenkázni nagyon jól tudhatnak az apukák, fürdetés is lehet az ő privilégiumai. Egymással is beszélgessenek sokat a pozitív és a negatív tapasztalataikról is. Ne folytsák egymásba, hogy ki miért, mit hibázott, mit csinált rosszul. Ez nem csak mindig az anya úgymond bűne lehet, ha sírós egy kisbaba. Ha a diszharmóniát érzi a gyermek maga körül, akkor bizony ettől is sírós lehet. Nem biztos, hogy éhes, meg hasfájós, meg élettani problémái vannak, hanem egyszerűen a lelki élete nincs rendben a pici babának, ez pedig a szülők közti feszültség miatt is lehet. A kisbaba tehát folyamatos gondoskodást igényel, de ha odafigyelünk a jelzéseire és megismerjük őt, kis segítséggel könnyen megoldhatjuk a felmerülő problémákat, és szép élményként élhetjük meg ezt az időszakot.